Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, ez pedig nem más, mint a Home Sweet Home folytatása. Úgyhogy folytatáshoz nyomj Enter. Na srácok, még mielőtt belekezdek, akkor ismét elmondom azoknak, akik nem tudnak róla. A héten legtöbbet megosztók között, a live-ot megosztók között, illetve nem között, hanem a legtöbbet megosztó között, és na, szóval. A héten, aki a legtöbbször megosztja a live-jaimat, a legtöbbet megosztó kap tőlem egy ajándékot, egy GTA 5-öt, vagy pedig egy Minecraftot. Szóval srácok, megosztásra föl, minél nagyobb csoportokban osztjátok meg, minél több helyen és nyilvános módban, tehát nem csak úgy, hogy az ismerőség lássák, akkor az illető részt fog venni ebben az egész játékban tulajdonképpen. Szóval lehet, hogy egy GTA-t fogsz tőlem kapni egy hét múlva, egészen pontosan hétfőn, vagy pedig egy Minecraftot. Ezt majd te eldöntöd, hogy melyikre van szükséged. Úgyhogy srácok, megosztásra föl, és játékra is föl, szóval folytatás. Na nézzük, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fog folytatni a történet. Ugye a legutóbbi alkalommal gyertyákat fújogattunk el, és a gyertyák elfújogatásával értük el azt, hogy különböző korokba, vagy hát ilyen múltba, jelenbe, meg jövőbe voltunk, ha még emlékeztek rá, hogy valami ilyesmi volt, de hogy most hogy is volt legutoljára, azt én már meg nem mondom nektek, de azt tudom, hogy most meg ez megint csak parás lesz, gyerekek. Ez megint parás lesz. No szóval, látom, hogy a megosztások, jól teszitek. Ja, és látszok, nagyon fontos az, hogy a Csabinyó fancsoportomban a Facebookon ne osszátok meg, mert tele van ugyanazzal a live-val mindig megosztva. És ne, azt ne, jó? Na viszont, itt tartottunk most. Van-e feladatom? Nincs feladatom. Elvileg én most már így be fogok tudni jönni. Igen, itt tartottam, hogy végre ezt az ajtót sikerült feloldanom és kinyitni. Richard nagy, 10 csillag, de megint csak nem látszik a hozzászólásod. Nem tudom, mi lehet a baj. De nagyon kitartó vagy, és remélem, hogy előbb-utóbb meg fog ez a probléma oldódni, és az ajtó pedig becsapódott. Na szóval, gyerekek. Itt vagyok most jelenleg. A fene tudja már, hogy... Most nekem nyilván itt át kéne mennem, és emlékeztek? Itt volt olyan... Van nekem egy lámpám. Itt volt olyan, mutatom. Vannak ezek a cuccak. Ezek. És hogy ezekkel mit kell csinálni, azt én még nem tudom. Úgyhogy most ezt kéne kideríteni mindenképpen, de itt is van ilyen valami. Dani nagy 10 csillag, köszönöm szépen neked a 10 csillagot, Dani. Milyen szép, most hiszem először ezt a játékot. Igen? Hát akkor te sajnos lemaradtál egy csomó részről. Itt jelenleg most az történik, akkor elmondom azoknak, akik esetleg most vannak ezen a live-on, hogy itt jelenleg a feleségemet keresem, aki nagyon rejtélyes körülmények között eltűnt. És persze közben mindenféle papírt, meg napló jegyzetet találok, amiket ő írt, meg egyéb ilyen információkat, híreket találok, meg hallgatok meg különböző rádiókban, amik egyre jobban rávilágítanak arra, hogy vajon mi történhetett. Nézzük! Á, fémfűrész! Tab leírás! Egy B-metal fűrész, amely különböző fémek vágására alkalmas. Ez kellene a gyertyákhoz? Várjunk, menjünk csak vissza. És szerencsére most jelenleg egyedül vagyok. Nincs itt egyetlen rohadék sem, aki engem szokott üldözni, meg követni. Na nézzük csak! Nem, nem ez kellett ide, nem mondod. Azt hittem, hogy ezeket el kell fűrészelni, de nem. 10 csillag Dani nagytól, ez az utolsó csóróságban, majd pénteken jön a családi. Jó van Dani, köszönöm szépen a 10 csillagot is. Sok kicsi sokra megy, ne felejtsétek el. Jó, na most akkor ez eddig okés. Itt vagyok, itt, ezen a területen. De akkor most merre kell nekem tovább menni? Ehhez kellett a fűrész. Jó, megvan. Anyád! Fűrészel már el? Bassza meg! Rohadék! El akarok bújni! Nem! Kurva! Takarodj innen, te rohadék szemét ribanc! Te takarodjál anyádba! Szemétláda! Gyerekek, itt bárhol fogok, bárhol akarok elbújni. Jó, be fog találni. Egyértelmű. A gyerekek! Most őszintén, akkor mi a tökömet kell így csinálni? Elkezdtem fűrészelni azt a szart, miközben ez a majom jött oda hozzám. Akkor itt nem csak fűrészelni kell? Amúgy az eleje óta szerintem nem nagyon haladt a sztori, mindjárt olvasom tovább, csak elvördült. Mindig csak futgára aztán és random feladatokat oldottál meg közben. Hát, ez ilyen.
De azért haladt szerintem. Azért annyira nem volt amit leragadva. Csak ugye most végülis Jane-t folyamatosan követem, meg ugye folyamatosan derülnek ilyen apróbb dolgok ki. A Bendy and the Ink Machine-t szerettem. Persze. Ja, de ez nem is kérdés volt Dominiktől, mert nem látok kérdőjelet. Ugye? Na szóval, megint itt vagyok. De most már akkor haladunk. Elmegyek a fűrészig, ami valahol itt volt. Nem, erről. Tiszta labirintus, amúgy ez a, ezekkel a székekkel itt kirakva. Ja, csuklak, bocsánat. Eltettük, igen, és akkor most megint elkezdem fűrészelni, de most akkor itt nekem hogyan kell ezt fűrészelni? Hagyjam ott. Ez így kurva jó lesz. Gyerekek, ez így rohadt jó lesz. Lehet, hogy nem is így kell ezt elfűrészelni? Valami másik módja lesz ennek? Ott van a csaj. És felém jön. Nézd meg! Jó, na most ő merre fog benni? Ez itt a nagy kérdés. Nekem ez egy nagyon-nagyon nagy személyiség így. Most elmegy arra, vissza. Come back to me! Igen, de most te ott fogsz kolbászolni? Lehet. Lehet, hogy a gyertyákkal mondasz valamit. Viszont az a baj, hogy most egy olyan helyre bújtam el, hogy nem fog tudni kijönni. Jó, megpróbáljuk a gyertyákat. Most kijövök. Nézzük a gyertyát? Nem, nem tudok valamit csinálni. Ott a csaj. De most kérdés, hogy ez engem mennyire takar ez a... Most komolyan erre jön? De miért? De hallod? Végig nem erre jött. Tényleg engem követ? Megint meg fog ölni. Gyerünk, nem tudok futni. El tudok itt bújni? Nem, persze, hogy nem. És ha most fel fogom ilyenkor elfújni, semmi. Jó, talán megúsztam. Nem láthatta, hogy ide jöttem be. Nem láthatta, hogy ide jöttem be. Jó. Ez nem tudom, mit kéne csinálni, srácok. Ott jött ki a falból a nő. Ha most ez erre jön, én hülyét fogok kapni, gyerekek. És erre jön, baszki. Ez mekkora szemétség? Szemét! Szia, Bence! Rég láttalak. Mekkora szemétség, gyerekek? Thank you.
Bazd meg! Jó. Enter. Na szóval, srácok, most van az a pont, hogy mivel jelenleg semmi ötletem nincs erre, és nem értem, hogy mi a tököm, miért követ engem ez a rohadék nő, ezért most picikét morcos vagyok. És ha megpróbálod elaltani egy gyertyát, amikor a közeledben van, lehet hülyeséget mondok, de kicsit furcsa, hogy bárhova mész, követ téged. Gondolod, hogy ez lenne a menekülő út. Figyelj, megpróbálhatjuk. Mivel nem tudom, hogy mi a megoldás, akár ez is lehet. Szóval egy próbát mindenképpen megér. Sőt, most ki is fogom próbálni szándékosan. Oda fogom vonzani magamhoz. Vagy pedig lehet, hogy még valamit meg kell találnom. Tudjátok mit? Akkor most még bármit is csinálnék, körül fogok nézni. Itt fog kijönni ez a hülye picsa. Amúgy ilyenkor miért nem csinálom azt, hogy ha előre tudom, akkor ide fogok, tehát látok egy ilyet a falba. Ugye már a történet legelejétől tudjuk, hogy ilyenekből jön ki. Akkor miért nem teszek ide egy izét? Húzok oda egy szekrényt. Annyira logikus lenne. Igen, rájöttem, hogy ezt valaki kéne nyitni. Amúgy meg itt is kijöhet? Ezek szerint? Ó, várjunk! Gyerekek! Szentelt vizes palack! Egy szentelt vizet tartalmazó üveg. A szentelt vizekről az előző lányban olvashattunk. Kb. A szokásos, hogy mire való egy ilyen szentelt víz. Van egy Buddha szobor, amit nem annyira értek, hogy a Buddha szobornak mi köze az ilyen sátánizmushoz, vagy én nem is tudom, mi folyik itt. Köszönjük szépen. Jó, van egy szentelt vizem. Várjál, a szentelt vízzel tudnám ezeket lelocsolni majd? Aha! Várjál, és mi van, ha most megcsinálom ezeket? Ó! Srácok, ezek ilyen falak lesznek, amik engem védenek szerintem. De nézd meg! Várjál! Itt is van valami, egy papír! Jane naplója, na itt egy naplójegyzet, amit mondtam, 2013. május 26-ról. Papírlap elején ez van írva. Meglátogattam egy szerzetest, akit Ratchaburiban, az eredeti templomban élt. Egy barátom, Parn, egyszer említett valamit erről a szerzetesről. Azt mondta, hogy van valamije, amivel meggátolja a rossz... itt a megoldás. A rossz szellemet, vagy a gonosz energiát. Szomorú vagyok, mert nem volt hajlandó segíteni. Azt mondta, hogy ez rossz lenne a karmájának. Sokkal szomorúbb volt, hogy tudta, hogy teljesen elszakadt ettől az időleges világtól, és ez már nem az ő felelőssége. Sima csapvíz nem jó neki. Na várjál, hogy kezd legörgetni? Ja, így. Papírlap hátoldala. Annyira kiborultam. Úgy tűnt, hogy a világ ellenem van. De talán mégis rámosolyogott a szerencse. Bemutatott egy szerzetes növendéknek, és az a növendék adott nekem egy fából készült dobozt. Azt mondta, hogy ez csak a védelmemet szolgálja, és nem árt másoknak. Fából készült doboz? Na várjuk, ezt most... Lehet, hogy most kéne megtalálnom, vagy későbbiekben lesz ez majd hasznos info. Hát akkor nézzünk körül, még mindig. Egyébként meg amiket lelocsoltam... Várjál, újra kigyulladt a... Mert ugye hallottunk ilyen sistergést. Ez újra kigyulladt. Aha, jó, szóval akkor ez ilyen időlegesen ad nekem majd védelmet. Ez eléggé egyértelmű. Viszont ezt jó tudni, hogy el tudok majd a csajtól menekülni odáig. Tehát idáig. Aha. Még valami esetleg itt tényleg nincsen? Nincs. Szia, Andrea! Hello, Bello! Jaj, gyerekek! Jó, hát próbáljuk akkor meg... Sőt, várjál! Azzal kezdjük. Ráöntjük. Gyerünk már! Csináljad! Thank you.
fűrészeli egyébként. Anyád! Ez a kör engem véd? Hol a csaj? Nem látom a csajt. Ott van. Na gyerekek, erre nagyon kíváncsi leszek. Szia! Megvan, srácok. Életben. Bassza meg! Mi? Ez személyiség? Mi a fasz? Na, most mi történt? Köcsög! Hú, nagyon koncentrálok, igen. Nem megijön. Ó, bassza meg! De már? Mi van? Ó, hogy rohadj meg! Hol merre menjek? Nem már! Akarodj menni, te rohadék! Nem hiszem el, gyerekek, ez... Utálom már ez ilyen részeket, hogy... Vissza kell jutnom a fűrészhez. Mert ha elkezdem fűrészelni, akkor ez abban hagyja, ugye? Nem. Nem! Takarodj! Gyerekek, Kristóf, szia! Köszi a 10 csillagot! Para, valóban az! Mi van, te ribanc? Itt vagyok! Na ne! Bassz meg! Gyerekek! Nagyon mérges vagyok már erre a részre. Fú, baszki. Nem hiszem el tényleg. Szóval 14 csillag. Na szóval mi volt? Kristóf, neked ugye 10 csillag, ugye azt felolvastam. És Csukás Balázs szokásos 14 plusz 4. Vagy 10 plusz 4. Köszönöm szépen. Gyerekek. Nagyon mérges vagyok ilyenkor. Azért vagyok mérges, mert szerintem ez már túlságosan meg van nehezítve. Tehát ez már az a kategória, de ezt már az előző live-ban is elmondtam, és tényleg előről. Most komolyan előről csináljam az egészet? Akkor baszódj meg. Szóval, hogy tényleg ez már az a kategória, amikor annyira meg van nehezítve, hogy az ember kedvét elveszi a játéktól. Én legalábbis most jelenleg ezt érzem. Köszönöm. Aj, rohadjon meg ez a játék már. Pedig jó játék, tehát nagyon jó kis játék, csak ez már túl nehéz, nekem legalábbis. Mármint nem az, hogy túl nehéz, csak nagyon pepecselős, körülményes. És az a baj, hogy még most se fogtam fel a logikáját.
vagyok, köcsök! Mi vagy, ha ide elbújok? Észre fog venni itt. Akkora személyiség. Takarodj! Aha! Bele kell vezetni ebbe a szarba! Ez lesz a megoldás, srácok! Bele kell vezetni az összes ilyenbe, a fénybe! Most ott jött ki! Ribanc! Gyere! Gyere, baszki! Nem! Gyerünk! Gyere, 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 gyere! Erről van szó! Tudom, most jön a vér. Szemét! Nem tudom, hogy amúgy ilyenkor kell-e fűrészelni. Hol van? Ott lesz? Ott van. Gyere, köcsög! Hello! Anyád! Gyere be! Mi? Mi? Ribanc! Gyere, 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 gyere! Erről van szó. Meg lesz a srácok, most már legalább tudom. Jön már megint. Itt a következő. Hol van? Ott van elő? Ott megy. Leakadtam valami szarba! Ja, mert itt ez a rohadt... Gyere! Erről van szó? Nagyon, nagyon feszült vagyok, gyerekek, mármint olyan értelemben, hogy nagyon rá vagyok kattanva most erre a... Gyerünk már! Ezt már át is tudnám törni egyébként. Merre, bazd meg! Merre!
vagyok, ribanc! Ez az. De... Hol volt az a kurva izé? Ezt nem hiszem el, és akkor megint előről az egész. Mondd, hogy nem ilyen szemét ez a játék. Mondd, hogy nem ilyen szemét ez a játék. Ezt nagyon kicsi kellett volna már. Szemét a játék? Na, szemét a játék, vagy nem szemét a játék? Félek, hogy szemét. Mondd, hogy nem vagy szemét a játék. Mondd, hogy ez a... volt egy checkpoint valahol. Már annyira, annyira kevés kellett volna. Remélem, hogy nem kell előről. Annyira félek, hogy de. Kurva! Jó, akkor most face off, Csabinyó rágyújt egy cigarettára, elszívja, és megpróbálja megoldani a problémát így. Mert nagyon mérges vagyok. Rohadjon meg ez a tetves játék. Meg az is, aki kitalálta, hogy ezt így kelljen megcsinálni, és nem tesz egy rohadt checkpointot, legalább egyet. Hogy a paraszt ne kezdje már mindig előről. Kurva játék. Fúj, de nagyon mérges vagyok, baszki. Jó, lehet jönni, köcsög! Itt vagyok! Gyere! Na! Most ez komoly? Jó. 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 Gyere, gyere! Itt vagyok! Gyere már! Hú, gyerekek! Na! Megint mögöttem van! Aha! Rohadj meg! Hú, gyerekek! Nagyon stresszelő, nagyon feszült az egész, Robi. Nagyon jól mondod. Ugyanezt érzem én is, hogy ez a... stresszelés folyamatosan. Ott van. Haha! Picsa, menj már innen el! Oldodjon már fel a fejed, te majom! Kevés kell már, gyerekek, ne csesszem el! Meg itt ott van ez a rohadék! Most persze rossz fele megyek, mi? Rohadt életbe! Hol van? Ne már! Ez jó hely? Vagy hol van? Itt van. Gyere, gyere! Gyere, 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 gyere! Ez az. Engedj már! Hú, gyerekek.
Igen, mert én is azt mondom, hogy ezt már simán be tudnám törni. Várjunk! Körülnézek, hogy hova tudok majd menekülni. Aha, és ennek a fénye itt fog megjelenni. Jó. Ja, hogy már jön is! Nem, itt van a fény. Gyere! Takarom! Nem hiszem el! Tényleg nem hiszem el! Hát ilyen nincs, gyerekek! Nem hiszem el! Hát ilyen az albán népességben nincsen! Jó, akkor most nyugi van. Szépen nyugiban elmondom, hogy srácok, aki a live-ot megosztja, mármint ezen a héten összesítve a legtöbbet, az kap tőlem hétfőn egy játékot ajándékba, ami egy GTA 5 lesz, vagy pedig egy Minecraft. Ezt majd az illető eldönti, hogy melyiket szeretné. Na, jó. Tehát akkor megosztásra föl, srácok, lehetőleg nyilvánosan osszátok meg, ne ilyen privátba, mert azzal semmit nem érek, az nekem nem fog megjelenni. Ha csoportokba osztjátok meg, azért külön nagy hála jár. Na, szóval. Az Robi, ez ahogy mondod, nyugodtan kiírhatod, nem fogok megharagudni. Ez egy geci nagy kibaszás, ahogy mondod. Szó szerint, ja nekem most a izé kell, ami az Isten, a rohadt. Gyerek, ez átmegy, ez horror játékból most már átment számomra egy rage game-mé. Ez egy nagyon, nagyon nagy személyiség. Martin, dobsi a notified, azt felkiáltó jellel kell írni, mert felkiáltó jellel működik csak. Na szóval, gyerekek. Szia, Molnár Gergő, hello, bello. Jó, gyerekek, akkor én most iszok egy korty víztet, szálljam bele. Ez jó, nagy korty volt. Lenyugszok, és tök higgadtan kapcsolok egy facecamot. És előről. Lehet jönni, hülye picsa, itt vagyok, rohadt anyád, gyere! Gyere! Na nem mondod komolyan, beleléptél a fénybe, te picsa! Gyere! Jó. Most arról jön. Jaj nem, arról jön megint! Nem hiszem el. Nem! Basz meg. Gyere! Ez az. Ez, srácok, nagyon picikén múlott. Most ott született meg. Ott van. Most még nem lát. Én akár fűrészre lettem is volna egy idő alatt, mindegy most már. Itt vagyok, hello! Ribanc, gyere már gyorsabban! Megint ott van. Jó, most okosan csinálom. A fény itt fog megszületni. Ez az, lehet jönni. Úgy.
erről van. Hol van egy ribanc? Ott jön. Na lehet jönni? Na mi van? Mi van? Megyek el sírni a sarokba. Gyerekek, ez miért van? Tehát, hogy miért van az, hogy... Most nem álltam be a fényben rendesen? A szélén voltam? Ezt nem... Aj, az a baj... Szóval igen, most rájöttem. Tehát most az a baj, hogy egész egyszerűen már túlságosan... Igen, igen, túlmentem. Szóval túlságosan ideges vagyok, és le kéne higgadnom, mert már csak azért hibázok, mert kapkodok, tehát gyorsan túl legyek rajta. Pedig itt most már higgadtan kéne csinálni ezt, mert másképpen ennek nem lesz életben soha vége, úgyhogy most teljesen higgadtan, tök nyugodtan csinálni fogom ezt az egészet. És majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Dávid Kerekes, annyiszor megkérdezted már ezt a kérdést. Lehet, hogy láttam, majd reagálok rá, hogyha... Mármint írok e-mailt, hogyha tudok válaszolni. Ez az, rohadjál meg. Előbb cigiztem. Nem cigizek. Megint. Most arra jön? Nem emerről kellett volna? Picsa! Szia! Hello! Gyere be! Mi? De ez mekkora személyiség volt, hogy egyből mögöttem volt, baszki. Ez de rohadt nagy személyiség volt. Jó, nyugi, higgadtam. Ott van. Jó. Akkor a fűrészel is szépen abba adjuk. Ebben úgyis mindig engem követ, tehát igazából előbb-utóbb ide fog érni, és ott fog megjelenni a fény. Meg egyébként a kábelek mutatják is. Aha! Persze erről nem tudok eljönni, akkor jövünk erről. Oké. Okay. Onnan jön, ahol elfogtad? Gondolod? Nem hiszem. Haha! Thank you.
Ott van. Egy zsákutca, baszki! Nem! Nem! Szia, Csaki! Jó, van még kettő darab ilyen gyertya, srácok. Kettő darab gyertyával kell még bevezetni. Nyilván nem annyi van, tehát nyilván van, tehát nyilván nem fejletlen van annyi, amennyi. Köszi a követést, Oliver! Ott van a csaj. Arra kéne elmennem, mert arra vannak még gyertyák. Nem, nem, ezt nem viszem el, bazd meg. Takarodj! Beakadok a kurva asztalba! El fog kapni, gyerekek, ez így engem el fog kapni. Nem biztos. Oh. Az a baj, hogy most meg megint ott ólálkodik, ahol én vagyok. Ez olyan kibaszott közel van hozzám, gyerekek. Még ha hátam mögött is van, amit... Tényleg, hallgassuk meg? Ott van, arrafele. Jó. Locsod le maga a szentelt vízzel. Ja. Amúgy csak olvasom, amit írtál. Örülök neki, hogy megvan a Witcher. Hol vagy, te picsa? Gyere! Ez az! Türelem, rózsát terem, lassan megy, de legalább biztosan, aránylag. Jaj! Mi ez? What? Ezt nem én irányítom, most magától megy. Megvan! Nem! Mi a fasz? Ne, 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 ne!
Nem. Most mögöttem jön, vagy mi van? What the fuck? Nem tudok futni. Ez a max sebesség. Rohadt anyádat. Sír. Na mi van te picsa? Mit sírsz? Jobb, ha eltűnsz innen. Jó. Azon nem újjon. Hallod? Merre? Azt merre kell mennem? Erre? Mondjuk erre, nem? Jó fele jöttem. Meg kell találnom őt. Merre vagy Jane? Milyen nyugodtan mondom? Milyen tök nyugodtan mondom? Tök nyugodt hanggal. What? Szia Balázs! Meddig megyek, skacok? Jézusom, nem látni semmit lámpa nélkül. Ó! Egy rejtélyes fotó darabja, leírás. Ez csak ennyi? Fordítsuk meg? De várjatok már! Visszafele is volt valami. Tedd már el! Erre is volt valami, igaz? Csak én átmentem rajta, mert nem tudtam mi az. Aha, mondtam én, hogy volt valami. Mi ez? Jane naplója 2013. május 27-ről, ez egy nappal későbbi. Olvassuk el? A tőr az egyetlen dolog, ami segíthet nekem. Az a tőr, amit a szerzetes növendék adott nekem. Tim talán őrültnek tartana ezért. El kell rejtenem előle, a szekrény mögé. Aha, ha már Tim nem akar segíteni, akkor magam fogom megtenni. Nem vagyok őrült. És ez van rajta. Tőr. Szóval bent lesz egy ilyen dobozban. Ja, oké, és ezt eltesszük. Na, csak hogy visszajöttem, ez egy nagy segítség volt. Nem lehet, hogy Jane a csaj? Hát, Robert! Nem tudom. Lehet. Én már nem tudok semmit. Bár nem tudom, mert a csajt is láttuk már, ugye? Tehát rendes élő valójában. Mindjárt úgy be fogok ijedni. Fogadjunk? Jól telt a napom, Balázs. Igen, most jó volt. Tényleg fájt a fejem, de most jó. Meddig kell még mennem? Meddig kell még mennem? Hát meddig kell? Legalább valahogy szakadjon már meg ez a korlát itt. Hallod? Most komolyan mi ez? Ez most valami trollkodás? Vagy mi a fasz? Nem, itt egy ajtó végre. Bejutottam. Loading. Jaj, gyerekek. Végül is volt olyan jelent, ahol egyszerre mind a ketten ott voltak? Nem volt. Ez igaz. Olyan nem volt. Jaj. What the hell is happening? Itthon vagyok. Mi a fene történik? Kérdezem én. És itthon vagyok, skacok. Megérkeztem, bár szanaszélye van dobálva itt minden, mintha betörés lett volna, de legalább itthon vagyok. Mik ezek a kábelek egyébként? Ez már feltűnt korábban is, hogy rengeteg kábel volt mindenfelől. Tim. It's me again. Újra én vagyok. A feleséged eltűnése óta egy kicsi furának tűnsz. Az utóbbi időben furcsán viselkedsz. Barátok vagyunk, vagy nem? Ha szükséged van valakire, akivel beszélgethetsz, én itt vagyok, nem? De kérlek, hívd vissza. Aggódom. Ha most ki fog derülni, hogy itt mindent én csináltam, és az egész csak a képzeletem műve, mert meg vagyok őrülve, már pedig nagyon ilyen dolognak tűnik ez. Na várjunk.
Jó. Ez ugye az én irodám, de hát itt nincs semmi. Ez a hálószoba lesz, ha jól tudom? Vagyis nem tudom. Persze a... Ezek nem működnek. Lámpák. Hát nem sokat látni egyébként. Lámpa nélkül. Ó, a Buddha szobor. Szerintem is lassan vége, srácok. Egyébként meg. 25 csillag Palla Bálintól. Sziasztok, szia Csabi. Bálint, köszönöm szépen a... Vagy mennyi mondtam? Szóval 25 csillag. Igen, szóval köszönöm szépen a 25 csillagot. Lehet, hogy 10-et mondtam, de az már csak a megszokás miatt. Várjunk, a szekrény mögött a tör. Emlékeztek arra a papírdarabkára? Szekrény mögött a tör. Kérdés, hogy melyik szekrény? Mert ezek inkább ilyen polcok. Na várjunk. Itt van egy szekrény. Nem tudok mögé menni. Elhúzni sem tudom. Jó. Á. Ez már inkább úgy tűnik. Aha, nézzétek! Várjál, nem tudok ugrani, az a baj. Már pedig ott nem tudok innen elpakolni. Vagy valami. Nem tudok beugrani sem, az a baj. Feladatom nincsen? Nincs. Zárva. Csak egy teória. Jane-ből az a csaj lett, aki elől folyton bujkálnod kell. Amikor emberként látod, akkor az csak egy déli báb, mert csak beképzeled magadnak. Ez is benne lehet, simán egyébként. Jó, de akkor most mit kéne csinálnom? Mert rohadtul nem tudom, mit kéne csinálni, srácok. Amúgy meg itt meg ugye ég a villany. Szerintem nekem itt lesz dolgom. Már csak abból így kiindul, hogy itt ugye ég a villany is. Nem tudok itt valamit csinálni. Nem. Meg ezek a kábelek amúgy még most értem micsodák egyébként. Azt a jó magát neki. Internet kábel. Az. Na jó van. Jó, akkor úgy tűnik, hogy itt fönt én nem tudok csinálni semmit. Akkor viszont megint lemegyek. Konyha. A fénykép, ami ugye mindig el van borulva, le van kötözve. Gyerekek, olyan, mintha... Ez milyen őrült elmére val, hogy fölfüggeszti az asztalt körülbelül, hogy lebegjen. Ez mi? Jó, hát én, srácok, most nem tudom, mi van. Zárva. Van egy szoba, vagy volt egy szoba, ami külön csak Jane szobája volt. Nem ott kéne lennie? De hát nem tudok bemenni sehol. Erre sem tudok most eljönni, mert ugye most meg itt van, el van torlaszolva. Csak a telefon. Tim, it's me Ezt már again. hallottuk. Since your wife's disappearance, you seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're friends, aren't we? If you need to talk to someone, I'm here, all right? Please call me back. I'm worried.
Hát de fölhívnálak, de nem enged, mert úgyis csak ugyanazt mondja mindig. Tim. Mondom. It's me again. Srácok, nem értem. Since your wife's disappearance, you seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're friends, aren't we? Szia, Magor. If you need to talk to someone, I'm here, all right? Please call me back. I'm worried. Azt nem értem, hogy szekrény mögött a doboz, és... De nem tudok oda jutni, sehogy. Ez a doboz sem működik, úgymond. Hát nem értem. Mi a szar a dolgom? Gyerekek! Ó, bazd meg! Ott egy doboz. Amit nem is érek el. What? Nem már. Hogy érjem ezt a dobozt el? Nem tudok ugrani se. Milyen szar ez? Gyerekek, nem ér, azt a dobozt hogy kell elérni? Halló! Nem értem. Halló! Hát, köszi! És kacok, nem érem el a dobozt. Tehát itt van, és nem érem el. Hát igazából elérném. Hát nehogy már ne tudjak fölnyúlni, érte? És persze nem tudok ugrani. Tehát ha még miért írnátok, hogy ugorjak, nem tudok ugrani. Nincs ugrás a játékba. Netkábellel húz le. Aztán végre találok valami dobozt, valamit egyáltalán, és akkor nem tudok vele mit kezdeni. Mi a szar? Megőrülök! Kapcsolj be a ventilátort, hozzá van kötve. Hát, a ventilátort? Milyen ventilátort? Mi? Csaki, itt ezt hogy kapcsoljam be? Ezt nem lehet bekapcsolni. Sőt, simán átmegyek rajta, mert ez nem is tárgy. Hát ezt nem értem. Valamit ide vinni. Hát tuti, hogy nem lehet, mert akkor már rájöttem volna, hogy... Mert itt jelenleg egyetlen tárgy van, amit meg tudok fogni, és az ott fönt van, a doboz. De nem tudom megfogni, mert nem tudom megfogni. Tehát ez is tiszta logikátlan. Hát könyörgöm, hát simán ott fölállok erre, vagy bárhova igazából. De lehet, hogy a kábeletnek tényleg valami köze van hozzá. Amúgy. Miért vannak ezek összekötve? De várjunk, rá kéne jönni, szerintem, hogy a kábelekkel nem lehet valamit csinálni. Ebben a szobában nincsen kábel. Ebben a szobában nincsen kábel. Várjunk. A polcon valami. Ez mi? Ez csak egy kötél darabka. Na, akkor én most lemegyek. Megnéztem videóban. Létrát kell felállítani. És honnan szerezek ilyen létrát? Hol van itt létra? De ez is milyen hülyeség. Minek a tökömért kell ide létra? Tehát amikor simán elérnéd. Jó, hát akkor srácok, várjál. Lehet, hogy most, hogy... De nem ez hülyeség. Mondtam volna, hogy most, hogy a doboz megvan, akkor itt tudok létre felejteni, de hát a dobozzal nem, sem interakcióban nem kerültem, szóval ez hülyeség.
Jó, hát akkor keressük a létrát. És meglátjuk, hogy mi történik. Ez, Robi, tényleg túl van bonyolítva. Tehát ez tényleg az a pont, amikor a tök fölöslegesen van túl bonyolítva. Vagy hogy legalább lenne egyértelmű, érted? De létrát felállítani oda? Tehát nincs is itt létra. Hát, gyerekek, deka létra nincsen. Vagy én nem láttam. Ti láttatok létrát? Láttatok létrát? Mert akkor írjátok, aztán megkeressük. Zárva kibaszott ajtó. Létra úr! Meg amúgy miért nem tudom felkapcsolni a villanyt? A saját házamba? Könyörgöm. Nem értem. Létra. 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 Létra! Kell egy létra. Egy ilyen kis három lépcsős létre kell keresni. Három lépcsős létre. Jó, okés. Oké, ne segíts ennél többet. Egyelőre. Nem ez az? Nem, ez csak egy kis szék. Meg lesz, most már így meg lesz. Ha tudom, mit kell. De érted, miért nem adja meg a feladat, hogy te paraszt? Akár így is, hogy te paraszt, keresd már ugyan egy létrát. Mert rövid a karod, vagy nincs is karod, vagy én nem tudom. Hát itt nincs létra. Itt meg nem tudok kimenni az erkélyre. Ez meg zárva. Nem értem. Miért van zárva ez? Ó, te. Most komolyan. Tényleg agyon van bonyolítva. Tehát nagyon jó kis játék. Tetszik a hangulata. A grafikailag is teljesen rendben van. Tetszik. De hát ezek a dolgok, ezek a tényleg agyon bonyolított dolgok, hát ez valami elképesztően rossz. Fölösleges, meg logikátlan, tehát inkább azt basz föl, hogy logikátlan. Hogy igazából simán tudnál fölnyújtózkodni érte. Csukás, Balázs, konyha, 10 csillag, köszönöm szépen. Ez. Hát persze, hova kell eldugni? De bazd meg, és nézd meg. Erről te miért gondolod azt, hogy ez neked szükséges ahhoz? Mi van? Nem olvastam el. Elolvassuk. Egy fellépős létre a szekrény mögötti, vagy a rajta lévő dolgok eléréséhez. Hát mert erre kibaszottul szükségem van valóban. Nem baj, legalább megvan. Ez az, keresgetem, hát ez, áh, gyerekek, ezzel megy el az idő. Nem hiszem el. Hova kellett nekem? Ide kellett menni. Aha. Hát ezt nem hiszem el. Okay. Rendben, ez az. Jól jöhet. Loading. Ultra grafikán fut, igen. Tíz... Ja, hogy beleírtad? Ne haragudj! Srácok, mi van? Van egy gyertyám! És valaki sír! Mi a fasz? Nagyon para, itt most meg fogok ijedni, úgy érzem. Így sír valaki. Őcsén lesz! Nem, van egy rossz érzésem, most igen nem mondok még semmit. És itt mi van? Erről jön a hang egyébként, de másik irányba pedig egy másik fajta hang. Anyád! Hű! Én is azok szeretem a dörgés meg a villámlás, de most valahogy nem annyira. Meddig megyünk? Oh my god!
megint a kábelek. Szerintem én most visszajutottam ugyanoda, honnan amúgy is jött, és amúgy is mentem volna, ha nem tértem volna le balra. Köszi a követést, Bódi Milán! Ó. Oh. Úgy gyerekek. És semmi zene nincs, vágjátok? Csak ezek a hangok. Elég kopottak a műkörmei, amúgy ezt nem csak vér. Te figyelj ide! Nekem egy nagyon rossz érzésem van. Nem ugyanott mászkálok én, ahol eddig voltam? Dehogy nem! Vagy nem? Mondd, hogy ez nem valami hülye labirintus, hogy nem mindegy, hogy merre fordulsz le, mert akkor ugyanott fogsz végigmenni. Dehogy nem! Itt borult el ez a szar. Ezzel a rádióizével kezdődött az elején, ha emlékeztek még rá. Anyád. Srácok, Jane az itt van valahol. És fogadjunk, hogy én raboltam őt el. A saját feleségemet fogadjunk, hogy én terrorizáltam. Ebben olyan biztos vagyok. Jó fele jövök? Már nem tudom, hogy hol menjek be és hol ne. Most kijutottam meg itt a folyosóra? Nem, itt nem jártam még. Mi ez a kis zene? És arab, vagy indiai, vagy nem tudom milyen. De rohadt kurva sötét van! Miért nincs valami ilyen rohadt zseblámpa? Ilyenkor bezzeg nincs zseblámpám. Hűha! Anyád, picsája! Skacok? Vajátok? Nem ez a nő volt? Na várjál! Amikor hátra néztem, mintha egy másik arc lett volna ott a helyébe. Ja, menjünk tovább! Most Jane-t irányítom. Azért, mert a körme olyan? Nem. Ez nem női kész szerintem. Anyád! Csuki be! Nem. Tudok gyorsan menni, gyerekek! Anyád! Na-na! Vagy én ennék Jane tényleg? Leave me alone! Én vagyok Jane, baszki! Azt pedig én leszek! Figyeljétek meg, ez én leszek! Nem tudok megmozdulni egyébként. Azt mondtam, hogy maradj távol tőlem! Van.
Ez most komoly? Folytatás a második epizódban. Mi van? Basz meg! Hát én mindenre... Mindenre gondoltam, de erre nem, hogy ennek lesz egy ilyen befejezés, hogy második rész. És akkor most mi történt? De várj, a fejezet választás? Nem. Ennyi gyerekek. Ennek van egy második része? Lehetséges, hogy van egy második része? De most ezt miért fejezték be? És akkor mi történt? Nem, tuti, az van ettől függetlenül, amit én mondtam. Én voltam Jane, és az a figura, az, aki jött, az én voltam beöltözve. Bármint én, akit korábban is irányítottam. 6000 forint a következő rész. Létezik következő rész? Már van? Robi, van már következő rész? Van második epizód? Na jó van, srácok, akkor az van, hogy akkor itt vége a játéknak, akárhogy is nézzük, igaz, hogy alig egy órája kezdtük el az egészet, de hát most mit csináljak neki? Ott a link. Oké. Okay. Hú, gyerekek. Oké, gyerekek, akkor most van az, hogy akkor itt véget ért a játék. Akárhogy is nézzük. Jó, gyerekek, nem húzom az időt, itt vége az egésznek. Tehát fölösleges most már tovább húzni ezt a live-ot, én azt mondom nektek. Eléggé, ahogy mondjam, eléggé csalódott vagyok, megmondom őszintén, mert nem erre számítottam. Azt hittem, hogy ez egyetlen játék, egy részből áll, és itt ki fog derülni majd minden. És nem derült ki. Szóval most akkor ott van előttünk az, hogy mi történt. Hát srácok, aki nem akarja megnézni YouTube-on, megnézni azt, hogy mi történt más videósnál, és esetleg megvárja azt, hogy majd én rájövök, és megvegyem ezt, mert meg fogom venni, most már tényleg érdekel, akkor mindenképpen várom szeretettel a következő Home Sweet Home-ra, már ha meg fogom venni, de valahogy mindenképpen meg fogom szerezni. Nem baj, Csaki, ki fog derülni minden a második részben. Szóval srácok, a lényeg az, hogy akkor hálás lennék annak, hogyha mindenki ott lenne a következő epizódban, amikor fogom játszani, ez nyilván valószínűleg a következő alkalommal fog megtörténni, a következő héten, egy hét múlva, de ezt mindenképpen fogom játszani, mert nagyon érdekel, és olyan fölbasszott, hogy nem tudom, mi van. És hogy fogom kibírni egy hétig? Hogy fogom kibírni egy hétig, hogy nem tudom, mi történt? Mert most nekem is várnom kell vele, ahogy nektek is. Nekem sem egyértelmű a sztori, de szerintem pontosan ez volt a készítők célja. Pontosan az volt, hogy fenntartsák, ugye jó kis cliffhanger itt a végén, azért, hogy minél többen vegyék meg a második részt, és teljesen jól teszik egyébként. Egy hét, Robi, hát igen, egy hét. Erre a héten már be van táblázva minden. Jó van, srácok. Akkor ez most ennyi volt. Jó, na, tényleg. Akkor én most elköszönök. Igaz, hogy rövidebb volt ez a live. Nagyon sajnálom. De akkor jövő héten megfogom, tehát mindenképpen szeretném ezt a játékot megszerezni. Remélem, hogy majd kérek egy kulcsot egy oldalon, és mint videósak talán megadják ingyen ezt a játékot, mert ezt úgy kaptam meg egyébként. Azt hiszem úgy kaptam meg, hogy megvettem? Na mindegy, tököm tudja már. Lényegtelen, akkor is meg lesz ez. Szóval ezt folytatni fogom mindenképpen a következő alkalommal innen, innen a következő játéktól. Szóval ez most ennyi volt, köszönöm szépen a figyelmeteket, további szép estét kívánok mindenkinek, holnap ne felejtsétek el, hogy GTA 6, milyen GTA 6, miről beszélsz? GTA 5 live lesz, közösen veletek, nézői live, szokásos játékok versenyzés, mindig gémek, és a többi, és a többi. Na, jó van, srácok, köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, további szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!